kulisszatitkok. Nem fogják elhinni most, egy bál kulisszatitkai után nyomozunk, hiszen ugyan már a farsangi időszak vége van, de azért a farsang nyújtogatja a kezeit, és még lehet igazán jó szórakozást, mulatságot, bált találni a fővárosban. Mi az operett bálra gondoltunk, hiszen mint Hungarikum, vagy mint szívünk csücske, imádjuk az operettet. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban azokat, akikkel erről beszélgetni tudunk, Tóth Ádámot, aki a Show Színház igazgatója, és nagy szeretettel köszöntöm Jenei Gábor színművészt. Hát azt mondom, hogy Show Színház, ez már maga egy izgalmas név, hiszen a show az mindig valami kavalkád, valami fényes, valami zajos, vagy éppen jópofa. Mi a Show Színház? Hát gyakorlatilag ugye mi a Budapesti Show Színház néven hoztunk létre egy olyan magánszínházi produkciót, ami kifejezetten a show jellegű színházi előadásokra specializálta magát, azaz elsősorban a zenész színházi produkciókra. Gyakorlatilag ez adta a nevet is, vagy a név ötletet, hogy ha már show jellegű előadásokat csinálunk, akkor legyünk show színház. Most már lassan 5 éve folyamatosan a saját előadásainkkal járjuk az országot, és most már egyre többször a fővárosban is nagy sikerű előadásokat tudunk bemutatni. Ha színház, akkor kíváncsiak vagyunk, hogy azért mégis milyen darabokkal találkozhatunk ott. Most hagytuk abba egy 2,5 év után az Édes Anna című nagy műzikelünknek az országjárását. Ez majdnem 50 előadást élt meg, Kosztolányi remek művét dolgoztuk föl, musical változatban. Mi általában egyszerre egy nagy produkciót csinálunk, és azzal megpróbálunk minél több helyszínre eljutni, minél több előadást bemutatni, és minél több néző előtt színpadra állítani. Gyakorlatilag most nyáron volt az Édes Anna musicalnek a búcsú előadása, most készülünk egy új produkcióra, amit június 30-án fogunk bemutatni. Úgy tudom, hogy Budapest legnagyobb szabadtéri arénájában. Ez a Fal című musical. A berlini fal leomlásának 30. évfordulója alkalmából készítjük az előadást most. Hát nagyon izgalmas és változatos darabok kerülnek színre. Annál inkább érdekes, hogy egy színház bált rendez, bár valószínű, hogy talán sokkal ügyesebben fognak hozzá a nézők szórakoztatásához, illetve a bálozókéhoz, mint egy más szervező. Bízunk benne. Ugye az operett az számunkra is, meg mindenki, aki talán a színházi világban él és mozog, egy ilyen örök és elmozdíthatatlan kuriózum. Ezért is szerettünk mi is hozzányúlni az operett műfajhoz olyan szempontból, hogy egy kvázi hiánypótlásként létrehozzunk olyan, most már mondhatnám, hogy rendszeres előadásokat, hiszen ez már a második ilyen operett bálunk lesz, rövid időn belül, és már készülünk a harmadikra is, tehát így kimondhatjuk, hogy rendszeresen egy olyan jellegű báli produkciót hozunk létre, amiben nem csak a színpadi show, hanem a bál egyéb jellegzetessége is felvonulnak, megtáncoltatjuk a közönséget, egy igazi elegáns gáli vacsorával várjuk őket. Tehát egy komplex élményt próbálunk ezeken az operett bálokon nyújtani. Már is kíváncsiak vagyunk a helyszínre, hiszen az alapvető egy bálnál, hogy hol is lesz. A Hadszín Teátrumban lesz most február 24-én ez az operett farsang, és ugyan említette, hogy a farsangi időszaknak már egy kicsit vége van, de mindenféle egyeztetés és egyéb okoknál fogva nálunk most lesz a farsang. De... És hányan lemaradtak a bálozásról, direkt örülnek? Így van, úgyhogy most ez egy ilyen, mint ahogy a szilveszternél is szokott lenni, egy utószilveszter, az most egy utófarsangi operett gála lesz. Tehát a Hadszín Teátrumban, a belvárosban tartjuk február 24-én. És akkor Gáborhoz fordulok, hogy ő hogy kapcsolódik a bálhoz? Tulajdonképpen én vagyok az egyik fellépője ennek az egész gála műsornak, mert tulajdonképpen én a gálát mondjuk úgy, hogy szolgáltatom a kedves közönségnek, illetve próbáljuk őket szórakoztatni ezen a bálon. Én leszek az este táncos komikusa, és kiváló kollégákat, kiváló partnereket próbáltam összeválogatni erre az estére. Ott lesz velem Póli Boglárka, aki a European Operett Társulatának kiváló szubrettje. Velünk lesz Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház primadonnája, valamint Turpinszki Gippert Béla, aki a Magyar Állami Operaház kiváló szólistája. Hát én azt hiszem, hogy adott a lehetőség, és akkor ez operett dalokat képzeljünk el, előadtok pici jeleneteket.
ezek csak operett dalok lesznek, illetve az operetthez kapcsolódó, illetve az operetthez mint műfajhoz kapcsolódó dalok, tehát lesz egy kicsi népzene is ebben az egész műsor folyamban, hiszen kiváló táncosaink vannak. Nem is akarok többet árulni erről, mert hogyha valaki nézi ezt a műsort, aki ott lesz velünk ezen a báli kavalkádon, akkor nem akarom, hogy előre tehát legyen sok meglepetés. Legyen sok meglepetés, lesz is sok meglepetés, igen? Gyönyörű ruháink lesznek, mi ott leszünk felkészülve szépen, ahogy az illik. Egy kicsit te leszel a konferenciát, tehát aki az nem, egész most nem. A konferálást átadom egy nagyon kedves barátomnak, Nagy Róbert színművésznek, aki a Békés Csabai Jókai Színháznak a tagja. És én most erről egy kicsit leteszek, nekem az most már egy kicsit sok volt. Tehát nagyon-nagyon sok az, hogyha az ember a nyakába veszi a műsor összeállítását, és még konferál, és még a ruhákról is, és magáról is gondolkodik, hát az nagyon sok. Legalábbis nekem most nagyon sok volt. Hát a szórakoztatás azt hiszem nagyon rendben lesz, de egy bálon kíváncsiak vagyunk a vacsora menüre is. Mi minden lesz? Szerencsések vagyunk, mert egy olyan partnercéggel tudtunk együtt dolgozni, akik... elhivatott operett rajongók. Maga a szakács is, aki az ételeinket készíti, gyakorlatilag nem tudta eldönteni, hogy most főzzön, vagy bent tapsoljon a produkcióra, és egy szívből, lélekből készíti ezért a menüt. Őszintén szóval fejből nem tudnám megmondani, de igen? Hogyha van rá lehetőségem, akkor itt előkapnám ezt a kis segítséget, és akkor nézzük meg tudjuk meg nézni, hogy milyen ételekkel ebből is készülünk. Biztos, hogy gazdag a menü. Hát kérem szépen, farsangi csorbaleves, nem tudom, hogy az milyen, mennyiben különbözik a sima csorbalevesektől, de akinek ez nem ízlik, az gesztenye krémleves tud rombanázott mazsolával fogyasztani, tehát ez a kétféle levessel készültünk, illetve aszalt szilvás csirkemelteket, konyakmártásban burgonyapürével, csülkös káposztával töltött sertéskaraj, rozmaringos burgonyával, csörögefánk, házi baracklekvárral és bolondírozott baracklekvárral, farsangi szalagosfánk, tepertős pogácsa, hortobágyúsos palacsinta. Szóval senki nem fog éhen maradni. Kétféle fánk is, na ez nagyon ritkaság, és dicséret a bálnak, mert nagyon sok bálban nem csinálnak fánkot, hanem valamilyen desszertet. Úgyhogy ez nagyon-nagyon hívogatónak tűnik. Még egyszer, mikor lesz a bál? Február 24-én, este 7 órakor, ez egy szombati nap. És a 6 színtátum. Szín... Igen. Épületében? Hat szint átrumban, igen, annak merre a nagy termében. Lehet ezt ez találni? A belvárosban, a Jókai utcában, gyakorlatilag a Jókai és az Új utca sarkán. Mit kellene még tudnunk a bálról, ami még talán vonzóbbá teszi? Az operett szeretete, és az a hangulat, amit a régi nagyok adtak nekünk, gondolok itt a Feleki Kamilra, a Honti Hannára, a számtalan csodálatos művészre, akik már ugye sajnos nincsenek velünk, és én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem őket, hiszen hát túlságosan fiatal vagyok ahhoz, hogy őket ismerjem, sajnos. De az én hitvallásom az, hogy az operettet csak úgy szabad játszani, hogyha a régi hagyományokat meghagyjuk. És abban a csodálatos pompában, ami ezt a műfajt megilleti, ami nem csak az operát, hanem magát ugye az operettet is megilleti, és sajnos már nem játszunk színházakban, illetve nagyon-nagyon ritkán játszuk az operett eredeti hagyományainak megfelelően ezt a csodálatos műfajt, és én igyekszem, illetve mind a ketten, talán beszéltek az Ádámnak a nevében is, hogy igyekszünk mind a ketten úgy visszahozni, vagy visszaadni a közönségnek ezt a csodálatos műfajt és ezeket a dalokat, hogy ez méltó legyen ehhez a tradícióhoz. Én is így érzem, annyi időnk maradt még, hogy Ádám, hívja meg nézőinket erre a különleges, igazi nagybára. Akkor meg is ragadnám az alkalmat, és megköszönve ezt a kedves kis teázgatást és beszélgetést, szeretettel meghívunk mindenkit február 24-ére a Farsangi Operettbárra. Bízunk benne, és szinte biztosak vagyunk abban, hogy egy felejthetetlen és nagyon szép estének nézünk elébe. Mindenkit szeretettel várunk.